Barcs és Heresznye között negyedik alkalommal szervezték meg a 21 kilométeres Dráva félmaraton futóversenyt. A Heresznye önkormányzat rendezésében a Dél-Somogyi községben a férfiak mezőnyében 22-en, a nők között pedig 7-en rajtoltak el 9 órakor, köztük egy triatlonos versenyző is, Janota Zoltán, aki nem először vett részt ezen a versenyen. Én mindig jól érzem magam, nagyon szép a vonalvezetése a versenynek, és mindig jó idő van, hál' Istennek nagyon meleg van, és nekem ez az Ironman volt, ez egy nagyon jó kis kihívás, nagy sikerélményt ad, mindig föltölt, és azon kívül, hogy a formámat sikerül ennek köszönhetően jól időzíteni, mindig egy lelki feltöltődés, és ez számomra. Johnny címvédőként érkezett a Dráva félmaratonra, s bár végigvezette a mezőnyt, a tavalyi pályacsúcsát nem sikerült felülmúlnia. Ennek ellenére a nagyatádi versenyző 1 óra 19 perc 56 másodperces idejével elsőként szakította át a célszalagot. Sosem foglalkozom azzal, hogy kik vannak ott a versenyen. Két dolgokra kell figyelnem, a pulzusmérőmre és a ritmusra, amit futok, vagy éppen képviselek a versenyen. 12 kilométerig nem is szoktam foglalkozni igazából, hogy verseny van. Én nagyon lassan melegedek be, ezt mindenki tudja róla, hogy egy Ironman verseny ezért jó nekem, mert van bőven időben melegedni. 12 kilométer után éreztem úgy, hogy ma valamit itt kereshetek. Nagyon jól sikerült, úgy érzem, hiszen az egyéni legjobbamtól, ami egyben a pályacsúcs is, 25 másodpercen maradtam el 21 kilométeren, azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkeznem. A futóversenyen másodikként a pécsi Varga László ért célba, őt Virovec Rihárd követte Barcsról. A nők mezőnyében a szintén pécsi Kovács Gabriella lett a leggyorsabb, Nagy Eszter és Varga Andrea előtt. Johnnynak a Dráva félmaraton volt az utolsó előtti versenye. Az otádi sportoló elmondta, már csak az idei hosszú távú triatlonországos bajnokságon indul el, mivel jelenleg nem tudja összeegyeztetni a versenysportot a magánélettel, a munkával. A sportolásról azonban nem mond le. A kőkemény profi sportot nem tudom képviselni, ez mellett folyamatosan edzek, aki ismer engem, azt tudja, hogy én nem tudok nagyon megülni a fenekemen, és nem is szeretnék. Foglalkozom sporttal, sporttudományon, előadásokat is fogok tartani. Most egyelőre egy kicsit visszaveszünk a tempóból, hármasból kettesbe kapcsolunk. Másfél-két éven belül újra tudok kezdeni olyan minőségi alapozást, amivel szintén az élvonalból tudok majd végezni. Az Ironmanig azonban még kemény edzés vár Johnnyra és a többi sportolóra is, hiszen július 30-án egész napos kihívás vár arra a több mint 1000 versenyzőre, akik elindulnak a 21. hosszú távú triatlonországos bajnokságon.